A Magyar Teátrum színházi háttérszakmákat bemutató sorozatával a női jelmezkészítő szakmához érkeztünk. Szarvason a Szervinus Színház bemutatásával készül egy nagyszabású nyári darab. Gergely László, a színház igazgatója vár bennünket a jelmezkészítő műhelyben, hogy áttekintsük, hogy a tervezéstől az elkészülésig milyen folyamaton kell végigmenni egy női ruhának. Szervusz, igazgató! Szervusz! A női jelmezek készítésének rejtelmeibe szeretnénk beavatni a nézőket, és ti nagy munkába vagytok. Mi a különbség egy színházi jelmez készítő és egy egyszerű női szabó között? Elsősorban most egy nagyszabású darabra készülünk Szarvason a vízi színpadon. Tessedik Sámuel életéről készül egy zenés nagy játék. Történelmi kosztümök lesznek ezek szerint benne. És miután ez a reformkor, tehát nekünk nagyon-nagyon fontos, hogy azt a korhűséget is vissza tudjuk adni. Nem mindegy, hogy egy színészt, színésznőt mi beöltöztetünk föl itt. Nem elég az, hogy mint egy baba megjelenjen és a színpadra besétáljon, hanem itt olyan mozgásai, cselekvései vannak, amit csak egy színpadi varrodában készített, és színpadi szabászat tud elkészíteni. Tehát egy színházi szabónak kell ismernie a korokat? Kell ismernie, hogy abban a korban hogy nézett ki? Hát a tervező megtervezi, tehát nem elég egyszerűen csak a tervezőnek a rajza alapján megcsinálni? Valamilyen szinten át kell élni azt a kort, ismerni kell. Ha egy szabó nem képes beleélni magát abba a munkába, abba a helyzetbe, korba, amiben majd a színész kell beöltöztetni, akkor nem fogja tudni azokat a trükköket sem, ami például, csak hogyha itt megnézzük például, hogy az új alatt, ahhoz, hogy ő akár táncolni tudjon, mozogni tudjon, olyan kis trükköket kell alkalmaznia, beépíteni anyagba, ami ugyan kívülről nem látszik, tehát a korhűséget megadja, de ugyanakkor viszont egy nagyon kényelmes viselet a színésznek. A színésznek nem szabad arra gondolni és figyelni, hogy most ő egy jelmezben van, de úgy kell megélni, ahogy éppen abban a pillanatban, abban a korban ezt a színpadon produkálni kell. Jelenet megkívánja, hogy a művésznő gyorsan egy mozdulattal levegye, illetve fölvegye a ruhát, akkor csizzára van megoldva, és a csípőpárna, amit amúgy külön volt, külön felkötöttek a derekukra, illetve a csípőjükre a művésznők, most bele van építve, mert itt is az egy mozdulat rögtön fel kell neki venni a ruhát. Bekerül az anyag, hova kerül? A szabászasztalra. Szabászasztalra. Ez egy normális hétköznapi munkafázis, tehát igazából a nagy trükkök akkor következnek be, amikor már a szabott részeknek az összeszerelése, összevarrása kerül sor. Nézzünk itt meg egy ilyen ruhát. Egyet például. Kezdj csókolom. Szép jó napot kívánok. Éppen mit tetszik varni? Kire fog ez? Hát ez egy akrobata ruha, teljesen elasztikus anyag. Pontosan. A mindenfele nyújt, hogy teljesen követi a nyúlik, a testnek követi a vonalát, a lányoknak rózsás a felső, a fiúknak meg sima piros. Itt már jó pár jelmez elkészült. Hány szereplővel tervezed a darabot? 32 szereplővel. Jézus Máriám, és mikor lesz a bemutató? Nagy szabású darab, július 22-én este a vízi színpadon. Tessék bemutató, mindenkit szeretettel várunk. Hajrá! Köszönöm.